Sziasztok! A Paysoft számos kiváló beépülő modult kínál az After Effects-hez. A most következő CellFX plugin az egyik legjobb, amivel az évek alatt találkoztam. Ennek az az oka, hogy ez a csomag kimondottan a cell animációhoz lett fejlesztve. Ebben a kiegészítő csomagban 11 darab olyan hasznos effektet fogunk kapni, ami nagy segítséget fog nyújtani nekünk egy anime elkészítésében. Nem mondom azt, hogy ez egy kötelező darab, de nagyon sok vesződtségtől fog minket megkímélni, és ez is valami. Első körben azért vegyük végig, hogy mi mire is jó. Az első plugin a Blur Cell. Ez szelektíven mossa el a kijelölt színt. Több szín esetén összemossa őket, és egy szebb színátmenetet kapunk. Az eredmény magáért beszél. Hasonló megoldást láttam már, de a számos effektis technika vegyítésével jött létre, és eléggé erőforrás igényes. Ami nagyon tetszik, hogy ennél a plugin csomagnál igen sok beállítási lehetőség áll az ember rendelkezésére. A következő plugin a Blur RGB. Gondolom névből rá lehet jönni, hogy mire való, ez az effekt képes a színcsatornánként elmosni a színeket. Ezzel egyfajta érdekes, elmosási hatást kapunk, ami kicsit álomszerűvé teszi a képet. Ezt az effektet nem csak a kromatikus aberráció szimulálására tudjuk használni. Van más felhasználási módja, majd be fogom mutatni. A Boundary Line egy olyan effekt, ami két szín találkozásánál létrehoz egy tetszőleges vastagságú határsávot. Ez akkor jön jól, ha szeretné egy kicsit különlegesebb árnyékolást alkalmazni. Például Makoto Shinkai féle kék-lila-vörös árnyékot szeretnénk létrehozni. Color Selection. Ez az eszköz egyszerű és nagyszerű. Lehetőséget ad arra, hogy egy vagy több színt definiáljunk, és azt elrejtsük vagy kiemeljük. Ezen felül a kiemelt elem színét meg tudjuk változtatni. A következő eszköz a Depend. Ez a cucc képes eltüntetni azt a ritka anomáliát, ami a szép átmenetekben néha csíkozóállást hoz létre. Nagyon ritkán találkozni ilyennel, általában amikor 8 bitből 16 bites színmérségre kapcsolunk, akkor szokott ilyen előfordulni. A következő hiánypótló eszköz nem más, mint a Delta FX. Röviden azt csinálja, hogy színátmeneteket hoz létre a sarkokban. Sajnos ennél hülyében nem tudtam megfogalmazni, elnézést, de mindenképpen be fogom mutatni a használatát, mert jó eszköz. A következő fajék nem más, mint az Extend. Ez megfogja az adott objektumot és megnöri a térfogatát egy bizonyos színnel. Ennyi lenne a funkció. A következő Fill. Megfogja és egy kiválasztott színnel kitölti az adott objektumot. Ennyi, semmi extra. A következő plugin az előző kettővel ellentétben eléggé hasznos. A Gradient egy színátmenettel tölti ki az adott munkadarabot. Nagyon hasonló a Ramp Gradienthez, de itt sokkal több beállítási lehetőség van. Replace Color színcsere modul. Semmi extra. De nagyon hasznos, ha mondjuk gyorsan és jó minőségben szeretnél újra színezni egy jelenetet. Úgyhogy mindenképpen ajánlom ennek használatát, és nem a beépítetet használjátok, mert az általában hibázik. Így a végére hagytam egyik kedvenc pluginemet, a Texture-t. Nem tudom, hogy láttátok-e a C-t, vagy mondjuk a Monte Cristo grófját, a Gantz kucót. Na, ezzel az animmel akkor találkoztam, amikor annó elkezdtem az anime készítést gyakorolni. Akkor vettem észre, hogy itt eléggé durván használok valamilyen szoftvert. Na, ezt a Texture-t használták itt. Hát elég érdekes képi világot eredményezett végül is. A C-nél annyira nem használták, de a Gangucónál eléggé komolyan. Úgyhogy ez a texture arra való, hogy 2D-s objektumokra ráhúzom textúrákat. Nem fog torzulni a textúra, hiszen csak 2D-s elemeken fogjuk használni, de attól függetlenül nem kell maszkkal problémáznunk, meg szarakodnunk, úgyhogy mindenképpen ezt érdemes használni, és talán ezért egyik kedvencem. Van, aki szeret belemélyülni az ilyen technológiákba, de van, aki csak használni szeretné, így az utóbbiaknak készült ez a plugin set. Hát köszönöm szépen a figyelmet, gyerekek, legközelebb találkozunk, sziasztok!